Sziasztok, Kömke vagyok. Beszéljünk egy kicsit a terasz burkolatokról. Tervezés során mindig a terasz burkolat egy kényes kérdés tud lenni, ugyanis egyáltalán nem mindegy az, hogy milyen réteg vastagsággal kell számolnunk. Most így nagyon előre szaladva egy WPC burkolatnak például 7 cm kell, de egy térkőnél is lehet 6-7 centi, illetve lehet, hogy 4 cent is az adott térkő. És ennek tudatában kell lehúzni a végső szintjét a terasznak, ahhoz, hogy értelemszerűen a belső burkolattal egy szintbe legyünk, illetve hát annál lejjebb legyünk a 2-3 centivel. És mindig vitatárgya, illetve nem is vitatárgya, hanem eldöntendő kérdés, hogy mi legyen a burkolat. Természetesen a régi klasszikus, az a mázas kerámia ragasztva. Mindenki látott már felfagyott teraszburkolatot, ne legyenek illúzióitok, a 80%-a szarul van megcsinálva, és fel fog fagyni egy pár éven belül, újháznál is egyébként. Volt pár évvel ezelőtt egy háztervezésem, amit így végig kísértem tervezői művezetés során is. Hát a megrendelő az elég nagy parti arc, hatalmas teraszt terveztetett, illetve azt raktunk, egy része fedett, nagy része viszont nem. És amikor burkolásra került a sor, akkor megnézték a burkolóval, hogy én mit írtam elő, értelemszerűen kent vízszigetelés teljes felületen, és arra van ráragasztva a burkolat. És felhívott a tulajdonos, hogy hát nem lehetne elhagyni ezt a ragasztott, bocsánat, nem lehetne elhagyni a ragasztott burkolat alatt a kent vízszigetelést, mert hogy kurva drága, 7000 forintba kerül neki négyzetméterenként lerakva, és az azért egy 60 négyzetméteres terasz esetén nem kevés. Mondtam neki, hogy egyáltalán nem támogatom az elhagyását, sőt, fel fog fagyni a burkolat. Kérdezte, hogy mennyi idő körülbelül, amíg ez felfagy, mondta neki, hogy 2-3, maximum 5 év és jelentkezni fognak a hibák. Azt mondta, hogy ő bevállalja, mert hát ha nem. Mert neki azt mondták mások, hogy nem lesz ezzel baj. Harmadik évben fölfagyott a terasznak a nagy része. Tehát nem lehet ezt elhagyni, és nem lehet az ilyeneket elsumákolni, mert egyszerűen a talajpára, a talajnedvesség feljön, és attól, hogy a nap süti a teraszt, meg ki van téve az időjárási körülményeknek, tehát hidegnek, melegnek, párának, egyebeknek, ez a talajpára, ez fokozott nyomást fejt ki alulról erre a burkolatra. Nem lesz jó egyszerűen normális kent vízszigetelés nélkül. És most a normális kent vízszigetelést az tényleg normális anyaggal kell érteni, mert találkoztam olyannal is, ahol a fürdőszobai kent vízszigetelést higították fel, és azt kenték alá, természetesen szart sem ér az egész igazából. A megfelelő lejtésről már nem beszélek, hogy annak meg kell lennie, illetve a cseppentő lemezeknek, vagy cseppentő kialakításnak a széleken, hogy szintén ne fagyjon fel. És még egy fontos dolog, amivel egy kicsit előre szaladok, hogy ha van korlát, akkor ez a korlát, ez akkor a legjobb, hogyha nem felülről, tehát felső pontos rögzítése van, hanem oldalról van rögzítve a korlát, hogy ne fúrja át a kerámia burkolatot sem, vagy hát bármilyen burkolatot, és az alatt levő vízszigetelést sem. Mert mindig ezeken a pontokon kezd el felgyengülni a burkolat, és itt kezd el felválni meg kopogni. Tehát amikor én megyek egy házat megnézni, és van egy teraszunk, amin esetleg van egy ilyen felső pontos rögzítésű korlát, vagy erkélyről is beszélhetünk egyébként, akkor mindig, ha itt elkezdem kopogtatni, 80%-ban már a korlátok körül kopognak a burkolatok, meg a széleken, és onnantól kezdve az már csak rövid idő kérdés, hogy mikor indul el befelé ez a felfagyási metódus. Milyen választási lehetőségeink vannak terasz burkolatnál? Van akkor a klasszikus ragasztott kerámia burkolat, ami igazából 1,5-2 centi vastagsággal illik számolni. Van a már említett WPC burkolat, ahol 7-es centiméter kell a párnafa meg a WPC-re. Ugyanez igaz egyébként ilyen párnafára rakott vörös padló, vagy vörös, tehát ilyen kültéri terasz burkolatra, vörös fenyőből van általában. Tehát ezek egy kaptafára épülnek ilyen szempontból. A térkövezésnél lehet 4 cm-es térkőről beszélni, ami
gyalogos forgalom alá van, illetve 6 cm-es normál térkőről. Most ne ezt a klasszikus hullámos térkövet képzeljétek el, értelemszerűen rengeteg gyártónak van rengetegféle típusa, amik tök jól néznek ki. Van egy viszonylag ritkán használt, de nagyon jó anyag, ez a kőporcelánlap, ami 2 cm vastag, és ilyen műanyag szintállító vagy fém szintállító pogácsákon áll. Tehát annak is van azért egy ilyen 4-5 cm-es magassági igénye. Ezek a klasszikusok, amik így szóba kerülhetnek, természetesen aztán lehet még másról is beszélni, de családi ház szinten ezek szoktak felmerülni. A térkő ellen tudom felhozni hátrányként, hogy rendkívüli gyorsan koszolódik, ahhoz, hogy szépen nézzen ki, ahhoz folyamatosan sepergetni kell, meg esetleg sterimóval, tehát magas nyomású mosóval mosogatni. Valamint a fugák között nagyon szeret megterepedni a moha, meg egyebek, tehát ki tud zöldülni az egész. És ha nagyon meleg van, akkor ez bizony akár 40 fokossal is fel tud melegedni az odatűző nap fényétől. Viszont cserébe nem csúszik télen, mármint nem annyira csúszik télen, könnyen takarítható, mert nem kell vigyázni rá, tehát ha rá van fagyva bármik, akkor odasózol a lapáttal és feltöröd a jeget, nem kell arra figyelni, hogy alatta esetleg sérülhet a kerámia burkolat is. Ugyanebből fakadóan, ha leesik bármi üveg vagy bármi egyéb a teraszon, akkor ritka esetben tud kárt okozni térkőburkolatban. Általában úgy szoktuk megcsinálni, vagy úgy szokták megcsinálni, hogy a széleket leragasztják, és középpen igazából homokágyban van csak berakva a térkő. Azaz rendkívül könnyen javítható, és egyébként viszonylag olcsó is, mert hogy nem kell ragasztani, a térkőnek a lerakási költsége lényegesen kevesebb, mint egy ragasztott kerámia burkolaté, és maga a térkő is, egy tök jó minőségű térkő is olcsóbb tud lenni, mint egy kerámia burkolat segédanyagokról, mert nem is beszélve. VPC-t azt sokan ismerik, ez a Wood Plastic Composite anyag, tehát ez a kvázi műanyagnak mondható fahatású burkolat. Ebből is van olyan, ami gyenge utánzat és a hő hatására behullámosodik, meg egyebek. Ami normális VPC minőségi, arra azért a 30 000 forintot számolni kell négyzetméterenként. Tehát viszonylag drága, nem mindenkinek tetszik, de tud tartós is lenni. Van belőle most már azért elég sokféle szín, elég sokféle mintázat, nem csak ez a klasszik bordázott, gyakorlatilag gondozásmentes ez is. Ennek a természetesebb változata, tehát egy vörösfenyő teraszburkolat, vagy beszélhetünk egyébként, vannak most már akácok is, meg hasonlók, ez értelemszerűen fa, amit kezelgetni kell olajjal, sérülhet, napkiszívja. Nem láttam még olyat ebből, ami igazán tartós tudna lenni, esztétikailag tartós. Tehát, hogy az a lakkozás, meg ez a festés, ez szépen tud rajta mutatni egy pár év után is, és nem szívta szét a nap, meg nem ütnek el a színei, attól függően, hogy árnyékos vagy napos részen van, és egyébként ennek is megvan elég komolyan az ára. A ragasztott kerámia burkolatnál, ahogy említettem, van egy elég komoly költségtényező, ha normálisan van megcsinálva a kent vízszigetelés alulról. Ez például térkőnél, VPC-nél nem kell. Egyszerűen, mivel hogy a térkő alatt homokágyunk van, ezért erre nincsen szükség. Valamint azért egy ragasztott kerámia burkolatot meglehetősen drágán raknak most már. Számolni kell ilyen 10-14 ezer forintos négyzetméter ára, amennyire ragasztják, plusz a ragasztó, plusz a kent vízszigetelés alá, plusz maga a lap. Úgyhogy ez is bőven a 30 ezer forintot súrolja négyzetméterenként. És akkor még cseppentőlemezekről, meg ilyesmikről nem is beszéltem, de egyébként a cseppentőlemezek, meg ilyesmik, azok illenek az összes többihez is. Tehát térkőnél is fel fog fagyni a szélső térkő, hogyha ott a cseppentés nincs megfelelően megoldva. A ragasztott kerámia burkolatot mindenki ismeri, nincs olyan belőle, ami csúszásmentes lenne. A legnagyobb gond az, hogy a ragasztott kerámia burkolatos teraszok, azok gyakorlatilag nem csak télen nem használhatók, hanem késő ősztől kora tavaszig sem, hiszen amikor ilyen párás taknyos idő van, és mellette 0 fok körüli alattal lévő hőmérséklet, akkor ez a pára, ez ráfagy a burkolatra, és csúszik, mint az
ha neki állsz síkosságmentesíteni, tehát akár sózni egyebek, az károsítja a labburkolatot. Oké, havak már nincsenek, tehát nincs az, hogy a hólapáttal szét tudod verni a labburkolatot, de ezzel is számolhatunk, vagy ezzel is, ezt is figyelembe kell venni. Tehát nagyon kevés olyan dolga van a ragasztott kerámia burkolatnak a esztétikai megjelenésén és a hagyományokon kívül, ami mellette szólna. A kőporcelánlap az nagyjából ilyen 10.000 forintos áron elérhető, és mivel nem kell ragasztani, meg szintezőpogácsákkal lehet rakni, ez azért azt lehet mondani, hogy ilyen 15-18-20.000 forintos áron ez már azért elég korrektül megúszható. A térkőn is úgy gondolom, meg úgy tudom, így az árakat nézve, hogy az is szintén ilyen 20.000 forintig nagyon jó minőségi térkővel négyzetméterenként kijön. A kőporcelán lapnál nincsen kifugázva a kőporcelán lap, tehát ott a réseken keresztül gyakorlatilag leszivárog a víz, és a szintező pogácsák alatt szépen el tud folyni maga a burkolat alatt. Ugyanez igaz egyébként a WPC-nél, ahol az illesztések között folyik el. Tehát ezek a burkolatok nem tudnak felfagyni, mivel hogy kvázi elemesek, ezért cserélhetők, hogyha bármi, akár mechanikai sérülés éri őket, akár egyebek. Míg egy ragasztott burkolatnál ezt nagyon kevésbé tudod megoldani. A térkő burkolat az egy ilyen köztes állapot, mert egy kis része ragasztva van, egy nagyobb része homokágyba van rakva, de ezek könnyen javíthatók. Úgyhogy egyáltalán nem egyértelmű, hogy terasz burkolat esetén érdemes a hagyományos, klasszikus ragasztott kerámia burkolatban gondolkodni, mert nagyon-nagyon kevés olyan terasz burkolatot látok így ragasztottból, ami kiállná az idők próbáját, és mondjuk 10 éven túli lenne. Természetesen a mai modern anyagokkal, kentvízszigetelésekkel, egyebekkel már ez megoldható, de pont az ára miatt ezt nagyon kevesen csinálják meg sajnos rendesen. Eladásra épülő háznál is reménykedjetek abban, hogy van kentvízszigetelés a ragasztott kerámia burkolat alatt. Nemrég voltam egy 100 milliós újépítésű sorházat megnézni, nemhogy kent vízszigetelés nem volt a labburkolat alatt, de még a labburkolatot telibe se kenték ragasztóval, hanem csak ilyen ragasztó csíkok voltak rákenve. Teljesen nonsense egyébként az építőiparnak a minősége mindenestől. Ami lényeg ebből az egész podcastből az anyagválasztás gondolkodásán kívül, hogy mielőtt megcsinálják a terasznak a szerelőbetonját, tehát ami burkolásra kerül beton, vagy egy lapos tetőnél, mielőtt a végső betont kialakítják, azelőtt, jóval előtte, ezt már tudni kell, hogy milyen burkolat lesz oda rakva. Van olyan épületem, ahol eredetileg 4 centi térkőburkolattal terveztünk, mert hogy azt nézték ki a tulajdonosok, és menet közben meggondolták magukat, és 6 cent is lett belőle, de közben már elkészült a terasznak a beton szintje. Az volt a szerencsénk, hogy a terasznak a szintjét illik 3 centivel a beltéri szint alá rakni, és ott igazából megvolt még ez a plusz 2 centi játékunk, hogy elférjen a vastagabb térkő burkolat, de ez egyáltalán nem szokványos. Nemrég volt egy beszélgetésem az egyik tervezési munkám kapcsán, ahol ezeket szintén így elmagyaráztam és felvetettem, és kérdezte a megrendelőm, hogy mi van akkor, ha ő most lerakatja 7 centivel lejjebbre a terasz burkolat, a terasz szintjét, mondván, hogy mondjuk most tervezünk WPC-re vagy térkőre, és menet közben meggondolják magukat, és ragasztott kerámia burkolat lenne. Hogy akkor igazából csak annyi az egész, hogy rá kell betonozni még egy réteget, ugye? Mondtam, hogy nem, ez nem így van, mert egyrésztről a két beton közé illik tenni egy kasírozott szivárgólemezt, különben a két beton között fog pára képződni, és egyszerűen szétfagy a beton alulról, ez az egyik. Másik pedig az, hogy fagyálló betonozás, az 6 cm alatt normál, hagyományos betonozásról beszélünk, nincsen. Ha ez alá kell mennünk, akkor egy nagyon-nagyon speciális zsákos anyagot kell használnunk, ilyen például a MAPEI-nek a TopSem prontója, ami elképesztő összegbe kerül, ha össze akarunk hozni belőle egy 4-5 cm-es rétegvastagságot felületi betonként. Tehát el kell dönteni előre, hogy milyen burkolat lesz. És most nem arról beszélünk, hogy már a tervező asztalon ezt el kell dönteni, mert a tervező asztalon még kvázi én is pont leszarom, hogy mi van, mert maximum, hogyha módosul a burkolat, akkor majd a kivitei terveket, meg a csomópontokat, meg egyébeket átrajzolgatjuk, tehát ennyi belefér az egészbe. Viszont amikor már közelébe járunk annak, hogy
milyen szinteket alakítunk ki, meg hogy alakítjuk ki, terasznál értelemszerűen a zsalukő milyen magasra jön föl, hol lesz a szintje a betonnak. Egy lapos tető esetén pedig a hőszigetelés vastagságával tudunk ott viszont a kismértékben variálni, tehát például lépésálló hőszigetelés helyett rakunk be XPS-t, ami 25%-kal többet tud hőszigetelési tulajdonságban, tehát nem gond az, hogy levettünk a vastagságból akár egy pár centit, vagy pedig még az XPS-hez képest is a PIR még jobb, tehát ha XPS-t lett eredetileg betervezve és kell az a plusz pár centi a burkolatnak, akkor PIR-t rakunk be oda. Tehát minden megoldható műszakilag, csak előre kell gondolkodni, előre kell látni legalább két lépéssel, hogy milyen burkolat lesz. Azaz bőven ráérünk építkezés közben eldönteni, de mire oda kerülünk, hogy a szerkezetkész állapotból tovább kellene lépni, addigra tudni kell ennek a burkolatnak a vastagságát, és ennek megfelelően gyakorlatilag a szintjét be kell lőni. Nagyon nehéz utólag változtatgatni, illetve költséges, hogyha erről van szó. Természetesen most ez a podcast adás sem vette végig az összes teraszburkolatot, meg az összes lehetőséget, de ez azért készül, hogy nekem ne kelljen mindenkinek, minden ügyfelemnek ezt elmagyarázni egy fél órában, hogy melyik burkolat mire való és hogyan. Ez a podcast egy ilyen előinformáció, tájékoztatás gyakorlatilag mindenki számára, de az én életemet könnyíti meg, hogy ne kelljen állandóan saját magamat ismételgetni. Sziasztok!